Tisztelt államtitkár úr, képviselő úr, elnök úr, kedves vendégeink, hosszú éjszaka után vagyunk. Sokáig tartott a tegnapi nulladik nap, és hát előtte volt egy mínusz egyedik nap is. Ezt csak azért mondom el, engedtessék meg nekem, mert eszembe jutott az első csokoládé fesztivál, ahol teljesen civil erők, Kis Attila Alapítvány, Zemlén Zoli bácsi, Takás Pista bácsi, talán még szerint személyem is, megpróbálkoztunk valamit itt tenni szerencsen, azért a termékért, mert szerencsnek nevet adott. És hát egy egészen mostani nagy rendezvény sikerült itt a 9. alkalomra összehoznunk, már a színpad is más helyen van, mert hogy ahol eredetileg volt ott, nem fértünk volna el már tegnap este se. Ez nagyon jó, nagyon fontos, de akkor leszünk igazán eredményesek, ha ezeknek az ünnepségeknek az lesz a következménye, ha vendégeink, akik itt jól érezték magukat, amikor bemennek a boltba, akkor szerencsi csokoládét is vesznek a többi nagy világmárka mellé. Mondjuk a Crush csokoládéja mellé, mert hogy a miénk is finom, a miénk is jó, és hát mi nagyon büszkék vagyunk itt rá, szerencsen. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm a távolabbról jött vendégeinket is, és én azt kívánom mindenkinek a mai napra, hogy érezzék itt jól magukat, úgy érezzék itt magukat, amilyen szeretettel vártuk itt a vendégeinket. Isten hozott mindenkit szerencsen. Legyen egy olyan közös élményünk itt a mai és a holnapi napon, amely mindnyájunknak, mint ahogy a csokoládé is felvidítja a perceinket. Mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a 9. Szerencsi Csokoládé Fesztiválon.